A legutóbbi vlogban bemutattam nektek kerekes Évit. Olyan nagy mennyiségű anyagot sikerült felvegyek, hogy több vlogra is elegendő lesz ez az anyag. Most következik majd a második rész, amiben folytatja Évi. Elmeséli ugyebár, hogy milyen felszereléssel indulnak neki ennek a nagy útnak, ennek a 40 napos hegymászós túrának. De nézzük inkább a videót! És akkor ő a... Gyógyszeres tudsz. Gyógyszeres tudsz. Ez igen, akkor ebben gondolom van egy kisebb mini gyógyszertár. Ez egy tölpe gyógyszertár. Itt aztán minden van, mi szemszájnak ingere. Kanál és villa, hát az nagyon jó. Bicska. Ahogy tudtok főzni, vagy valamilyen egyszerűbb kajákat, vagy mit esztek? Konzerveket, hát, vagy mit? Nem, hát a konzerv az baromi nehéz, ezt nem cipeljük fel, hanem zacskós leveseket visszünk leginkább magunkkal, meg zacskós készételeket, amiket meg lehet melegíteni fönt. Aha. Illetve van ilyen nagyon spéci trekking cucc, amit zacskóba benne meg lehet főzni, és ahhoz csak egy deci vagy két deci forró víz szükségeltetik, bele kell önteni, lezárni. Ami nagyon fontos, az a magnézium. Aha. Tehát magnézium nélkül nem indulunk el. Aspirin Protect, ez azért kell, hogy menet közben hígítjuk a vérünket. Mert hogy? Besűrül? Mert hogy besűrűsödik, bizony. Tehát minél feljebb megyünk a hegyen, annál ritkább a levegő, elméletileg annál több folyadékot kéne fogyasztani. És ha nem fogyasztunk elég folyadékot, akkor a vérünk sajnos besűrűsödik, és ezt a nagyon kevés oxigént még rosszabbul tudja fölvenni, ami a levegőben van. Ezért célszerű hígítani a vért, nem csak a folyadékfogyasztással, hanem egyéb készítményekkel, meg egyébként fájdalomcsillapításra is alkalmas, mellesleg. És a lényeg az a dolognak, hogy tudni kell tartani, hígan tartani a vért, mert hogyha besűrűsödik a vér, akkor a folyadékot szépen visszatartja a szervezetbe, és nagyon könnyen agyödémát vagy tüdődémát lehet összeszedni, aha, ami akár halálos kimenetelű is lehet. Úgy de komoly. Nyilván nem azért megyünk oda, hogy oda haljunk, hanem hogy szerencsésen le is jöjjünk onnan. Úgyhogy alapból sokat kell inni. Egyébként is itthon sok folyadékot kéne fogyasztani. Ez micsoda? Én úgy hívom, hogy tűcérna betadin. Ez a mini varrócskás. Ez a mini varrócskás készlet, amit nem ruházatvarrásra használunk, hanem hólyagvarrásra. Aha, hát ez jó. Szóval ti még hólyagokat is el tudjátok látni. Tűcérna betadin, ez az alapfelszerelés, ezt még a Kaminon tanultam, hogy ha valahol vízfolyagod keletkezik a cipőkidörzsölés miatt, akkor meg kell varni. Ezt a nem túl higiénikus már ez a cérna, de ilyenkor nem számít. Tehát ezt a cérnát bekenem betadin kenőccsel, átszúrom a hólyagon, és utána még egyszer átfűzöm a cérnát rajta, elvágom, és aztán a cérna benne marad a hólyagba, szépen így kilóg, és ki tudja vezetni a földülevlő lét vagy vizet, és szépen hamarabb beszárad, és nem gyullad be alatta a bőr, hanem azonnal tud új bőr nőni. Aha. Na, szóval. Ez mi termosz? Hogyan tudjunk helytakarékosan pakolni, amikor nagyon-nagyon sok cuccot kell vinni magunkkal. Ez egy termosz egyébként, a Nalgene típusú termosz, ami törhetetlen műanyag, és nagyon BPA-free, és nagyon jó a víz benne. És én ebbe szoktam belenyomókázni azokat a plusz cuccokat, amiket még viszek magammal. Ez energiaital, vagy ilyen kávé? Ez mondjuk éppen Nitrox, ami magas koffein tartalmú pörgető, amit most lehet, hogy meg fognak kövezni a hegymászó társadalom tagjai, mert hogy alapból magas hegyen nem fogyasztunk koffeint. Éppen az miatt, hogy, vagy éppen amiatt. Hát ezt nagyon magasban nem isszátok. Ezt nagyon magasban nem isszuk, csak amíg eljutunk odáig, hogy egy kicsit pörgessük, mert a kávé az szörnyű ízűtként. Hogy, tehát a koffeint nem szabad fogyasztani magas hegyen, mert vízhajtó hatású, és ugye nekünk az a célunk, hogy minél több víz maradjon a szervezetünkbe, azért iszunk sokkal többet, mint egyébként itthon. Illetve próbálunk sokkal többet inni. Amit én még nagyon szeretek, és ez szerintem ezért már nem fognak megkövezni, az az izotonik, és ez itt nem a reklám helye, hogy biotech, hanem ebbe tényleg benne van minden olyan ásványi anyag és só, amire szükség van a mászás során, hogy visszapótoljuk az izzadság által kiválasztott sókat. Egyébként nem egy ilyen sétagalop, gyaloggalop, amit hát a videókon látni némelyiken, azért ott elég jó állóképesség is kell meg. Nem árt hozzá.
némi állóképesség, illetve hát az edzés, amivel fölkészülünk erre a menetre, azért hát átérted, hogy milyen. Hát igen. Kézmelegítő. Ezt akartam mutatni. Ez aktív szén van benne. Ez olyan kézmelegítőben aktív szén van, és az oxigén hatására ez a szén elkezd melegedni. Aha. Na most egyetlen egy baj van. Hát ott fönn nem nagyon. Kevés az oxigén. Sok oxigén van. És ezzel hát leállít, aki... Jártunk már úgy, most legutóbb a Razdálnájának a tetején, hogy éjszaka nagyon hideg volt, és szerettük volna, hogyha kicsit meglangyosodik a kesztyünk, mire indulunk. És hát akkor bontottuk ki, mikor fölkeltünk, és még mindig nem melegedett föl az indulásig, és az másfél óra volt. Úgyhogy kénytelenek voltunk lebegtetni, lehelni, meg minden módszert bevetni, hogy minél több oxigénhez jusson. A kesztyű. Ez egy jó hógolyó gyúró kesztyű. Hát ebben nem tudsz hógolyó gyúrni, pont. Aha, ilyen box kesztyű. De jó, meleg. Az. Tudom ezt tanácsolni azok, akik idegesek szoktak lenni, hogy szóljonak ki egy kis mákot, de nem muszáj mákot, még babszemet is, hogyha kiszólsz, akkor ebben próbál így felszedegetni. Hogy hongyát. Hongyát, az is jó. Varrottam egy ilyen kesztyű. Jaj, de cuki, ez ilyen zsiráf mintás? Ez ilyen baba, akármiből van. Baba plétből van varva ilyen kesztyű. És ezt mi belerakod abba? És úgy fogom ezt felvenni, mert nagyon fázott a kezem most legutóbb, hogy még ezt így. Az igen. És akkor így már tuti nem fog fázni a kezem. Azt elhiszem. Van. Közepes kesztyű, van. Nagy kesztyű, kisebb kesztyű. Van még van. Kisebb, még látom. Kisebb kesztyű. Ez a minimum, amivel el kell indulni. És akkor ez a nem publikus. Ez a maszk. Ez nagyon jó. De ebben nem, nyugtass, hogy nem bankot roboltok. Nem, ebbe próbálunk csúcsot mászni. Ez még nem volt kipróbálva. Tehát ez neked is új? Ez még nekem is új. Vittem magammal a Leninre, de nem volt alkalmam fölvenni, mert nem mentünk végül is csúcsra. És ennek az a lényege, hogy takarja, védi az orrot a fagyási sérülésektől, meg a napégéstől később. És akkor itt ezen az alsó lukakon én már kidaraboltam, mert itt csak pontok voltak, de azért ugye nyilván a sátorban gyakoroltam, hogy tudok benne levegőt venni, azt leginkább sehogy se bírtam a lukaktól, úgyhogy vágtam rá ilyen nagyobb akármiket, így nem tudom mennyire látszik. Igen, látom. Jobban. És ezt fogom majd felvenni, hogy ne fagyjon meg az arcom. Tökéletes. Úgy nézek, hogy volt az a videójáték, mert nem emlékszem, mi a neve. Én elállom a Hannibal Lecter. Látok itt egy sisakot, ezt a sisakot amúgy mindig fejeteken van, amikor másztok, vagy? Hát ez a sisak, ez már lassan kiszolgálja az idejét, mert ezek is szavatossági idősek, 3 év után cserélnék el a sisakokat, úgyhogy neki még van egy bő fél éve velem. Aha. Úgyhogy még remélem, hogy tudunk egyszer-kétszer mászni. Ez a sisak akkor kell, amikor gleccseren közlekedünk. Amikor csúszós veszélyes a... Így van, amikor tele van a gleccser hasadékokkal, mert ugye bármikor történhet olyan, hogy megcsúszok és belecsúszok egy gleccserbe, vagy ne adj Isten, beleesek egy gleccserbe, és hogy védjem a fejemet, ne verjem nagyon szét, arra szolgál ez a sisak. Illetve sziklát ebben mászunk. Ha köves sziklás részen vagyunk, soha nem menjetek sisak nélkül. És akkor térjünk rá a klasszikus cuccokra. Van a sisak, amit így tartunk. Aha. Von is. Hogy ne essen bele hó. Nem azért. Ha így rakod le, akkor leszánkózik a hegy oldalon. Így meg talán nem. Logikus. Most már igen. Most már az. Aztán a beülő. Aha. Ez nem az én beülőm, ez a páromé. De el tudjuk képzelni körülbelül ilyenek. És ez azért van, hogy meg is tudjanak fogni, vagy ide nem tudsz még rárakni nem dolgokat? Azok a fülecskék arra való, hogy ezeket az eszközöket aha így szépen rábigyeztem. Aha. Most erre a... De jó, hogy minden olyan könnyű. Igen, hát nem. Nyilván valószínűleg, hogy nem véletlenül, de gondolom erősek is. Persze. Erős. Hát ezek 24 kN-os singing rock eszközök. Inkább úgy mondjuk, hogy hány kilóig bír. Ez egy kamiont is talán. Ah, jó, hát akkor jó, aki kamiont szeretne cipelni a derekán, akkor az nyugodtan ebben megoldhatja.
Várjál, ezt most... Azt az... Ah. Na. Biztos nem fog fájni? Biztos. Au, 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 au.